Elfogták az utolsót is, lefülelte a rendőrség az embercsempészeket. Jótékony várisok, a kórházat és a mentőszolgálatot is meglepték mézes kalács házikókkal. Évtizedekre meghatározzák a jövőnket, logisztikai központ és a gyógyfürdő is zöld utat kapott. 15 milliós segítség, fejleszthetik a diétás konyhát a Kix Lomb utcai konyháján. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerda esti hír összefoglalóját látják. Az utolsó csempész kezén is bilincs kattant. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztályának munkatársai december 14-én délután embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vettek egy szír állampolgárt. A nyomozás adatai szerint ez a férfi 2020. októberétől kezdődően illegális migránsoknak abban nyújtott segítséget, hogy azok a magyar-szerb határtól Ausztriáig eljussanak. A szír férfinek 4 magyar állampolgárságú társa is volt. A bűnbanda tagjai alkalmanként több száz euró fejében bérelt járművekkel szállították át az országon a határsértőket. Mézes kalácsból készült dekorációval lepte meg a gyermekosztályt, a járványkórházat és a mentőszolgálatot a Vári Szabó István szakképző iskola. Az egészségügyi dolgozóknak, mint mondták, nagyon jól esik a feléjük áradó szeretet. A kórház gyermekosztálya is ünnepi díszekbe öltözött, de bíznak abban, hogy minél kevesebb gyermeknek kell majd az intézményben töltenie az ünnepeket. Szeretnénk ezt a kis csekélységet átadni, a szívünk minden melege benne van. A szakmai oktatók és a legjobb tanulók készítették, és bízunk abban, hogy egy picit sikerül az itt dolgozóknak ide csempészni az otthon melegét. Meseszép mézes kalács házikókat ajándékozott a Vári Szabó szakképzőiskola a Halasi Járványkórháznak, a mentősöknek és a kórház gyermekosztályának. Ezzel is szerették volna meghittebbé tenni az ünnepvárást és megköszönni az egészségügyi dolgozók munkáját. Karácsony előtt folyamatosan készülnek a tanműhelyeinkben a karácsonyi sütemények, és most a mézes kalács volt a tanulóknak a feladatuk, a mézes kalács készítés, és a ügyeskező szakoktatónk segítségével egy csodálatos mézes kalács házikót, részletet készítettek cukorhiddal. Nagyon-nagyon mutatós és szép lett, és úgy gondoltuk, hogy ezt most elhozzuk a gyermekosztály kis lakóinak, egy kis mesevilágot varázsolunk nekik. A kórházban minden figyelmességnek örülnek, és ezek adnak nap mint nap újabb erőt a gyógyító munkához, és így a betegek is érezhetnek egy kis ünnepi hangulatot, ezért tartják fontosnak például a gyermekosztály feldíszítését is. Minden kórházi osztály próbál az ünnepekre hangolódni, akár a díszítésben, akár egymás megajándékozásában, és ez a mostan is egy olyan pillanat, ahol egy testnek és léleknek egyaránt fontos ajándékot kaptunk. Tapintható szinte ez a szeretet, ami felénk árad, nem csak az adományok miatt, hanem a megkeresések, a kommentek, és mindenki, aki gondol ránk, akár egy imával, akár egy megkereséssel, mindenki pozitívan áll ehhez a dologhoz, úgyhogy szinte tapintható ez a szeretet, ami árad felénk. A kórház gyermekosztályán is készülnek az évvégi ünnepekre, bíznak abban, hogy minél kevesebb gyermeknek kell kórházban tölteni az elkövetkező napokat. Próbálunk ilyen meglepetésekkel készülni, de ezt nem mi adjuk, hanem nagyon sok adakozó van, aki különböző dolgokat hozott, így a Mikulásokat, és Mikuláskor is kaptunk sok-sok ajándékot, és most is vannak, most éppen egy egyesülettől, az Amigosztól kaptunk például Lego játékokat, és ezeket fogjuk majd osztogatni a gyerekeknek, hogy ezzel is egy kicsit megkönnyítsük az itt létüket. Ugye mindenképpen egy szülőt szeretnénk, ha itt maradna a szülő, tehát itt maradna a gyerekkel, és ez könnyebb a gyerekeknek, még akár egy idősebb gyereknek, akár 14-15 éves korban is, hogyha igényli a szülő vagy a gyerek, akkor itt tud a szülő maradni. És hogyha nagyon betegek, akkor a másik szülőt is azért fel szoktuk engedni azért, hogy, és ez főleg szerintem karácsonykor így lesz, hogy együtt legyen valamennyire a család. De bízunk benne, hogy kevés
gyerek lesz itt az osztályon. Hát ha meg újszülött lesz, és olyanok lesznek itt, az azért az mégiscsak öröm, hogyha a Jézuska hoz egy kis babát a családba. Az egészségügyi dolgozók továbbra is mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be a járványügyi szabályokat, hogy mindenkinek szép legyen az ünnepe. Nagyon szeretnénk kérni mindenkit, hogy ne lazuljon a fegyelem, tartsuk be ezeket a szabályokat. Ugyan közeleg a karácsony, és mindenki együtt szeretne lenni a hozzátartozóival, de ahhoz, hogy jövőre is együtt legyünk, most bizony keménynek kell lenni és betartani a szabályokat. Közel 15 millió forintos fejlesztés valósulhat meg a Kix Lomb utcai főzőkonyháján. Fülöp Róbert polgármester jelentette be, hogy a város megnyerte a forrást a beruházásra. A speciális étkeztetési igényű gyerekek étkeztetésére fordítják majd a támogatást. Ezt a speciális étkeztetést kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként kell kezelni. Halason a város saját főzőkonyháján a Lomb utcai egységben valósítja meg ezt a tevékenységet. Az önkormányzati mellett a tankerületi és az egyházi intézményekben járó gyermekeket is ellátja a konyha a bölcsödéstől a középiskolás korosztályig. Az eddigi kapacitás optimálisan körülbelül 60 adag volt, amely várólista kialakulásához vezetett, ugyanis a városi igény sokkal nagyobb. A fejlesztésnek köszönhetően most duplájára nőhet az adagszám. Kiskunhalast két olyan nagy beruházás érinti, amely hosszú évekre, évtizedekre meghatározhatja a város jövőjét. Az egyik a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésével kapcsolatos logisztikai központ, a másik pedig a Csipke gyógyfürdő lehet. Ez utóbbi a rosszindulatú híresztelésekkel ellentétben meg fog épülni, mondta Bányai Gábor országgyűlési képviselő. A politikussal a képviselői irodájában készült egy beszélgetés, mely 7:30-tól lesz megtekinthető teljes egészében. Kiskunhalas és térsége életére is hatással lesz a tervezett vasútvonal felújítás, melynek során kétvágányú gyorsvasúti hálózat épülhet meg Budapest és Belgrád között. Kiskunhalas egy logisztikai központ kialakítását tervezi, ez egy pályázat keretében valósulhat majd meg. Bányai Gábor országgyűlési képviselő szerint Kiskunhalas ideális helyszín erre a projektre. Itt van a delta elágazás, itt lehet szétosztani a Magyarország érkező áru jelentős részét, ami Dél-Magyarország, tehát Zala, Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés-megye, sőt Hajdúbőr felé is áru tud teríteni, sőt Románia irányába is. Tehát ezt, ha meg tudjuk szerezni, ennek a lehetőségnek nincs máshol értelme ezt megépíteni, ezt a logisztikai központot, bár sokan szeretnék, lehet kisebbeket máshol is, de Halason kiváló lehetőség van arra, hogy az áru megállításának egy komoly helyszín legyen a városunk. Emellett pedig nagyon fontos, hogy ha egy logisztikai központ megépül, egy komoly infrastruktúra van mellettem, ezt támogatja, sőt utak is vezetnek oda, nem csak vasútvonal, akkor valószínűleg 1100-ig, így mondanám, ide üzemek fognak települni. Ugye az most jó vagy nem jó, hogy nekünk hogy munkából akarunk megélni, vagy segélyből, ezt a világot el kell dönteni mindig, minden választáskor. Ezt Magyarország választóira is szokták dönteni, de egy biztos, hogy Kiskunhalasnak a következő 20 esztendeje, hogyha ezt így sikerül közösen megvalósítani a kormányzattal, akkor egy sikertörténet lesz. 500 millió forintot fordíthat Kiskunhalas a Csipke gyógyfürdő projekt előkészítésére. A képviselő szerint alaptalanok azok a híresztelések, mely szerint a tervezett 23 milliárdos projektből nem lesz semmi. Két lépcsős támogatást akar. Tehát amiben az egyik összeg benne van, a másik összeg akkor fog kiderülni, ez a 22,8 milliárdos keretösszeg, ami tényleg nagyon sok, mert hát ránk írtak, hogy persze felét majd ellopják, meg elviszik, hát a politikusok élek. Most tudni kell, ebbe nem csak egy fürdő van, ehhez egy nagyon komoly üdülő lakópark is épül, amit az önkormányzaté lesz benne a strand területén, ahol apartman házak lesznek. Nem kaibák, nem putrik, hanem ott, ahol meg tud szállni bárki, aki ide érkezik, vendég, külföldi, belföldi, úgyhogy méltó helye lesz a halasi vendéglátásnak, szállodaiparnak, és mellette rengeteg olyan része van ennek az új fürdőnek, a sportuszoda, ami hát egy horrorárul egy sportuszoda, egy 33-25 méteres medence, most ezt lehet, hogy kárhoz elmondom, nem 50-es lesz, hát az 50-es az olyan sokba kerül, hogy azt a pénzt nem kaphattuk volna meg. Tehát benne van minden, ami Halason a sporthoz kell, a pihenéshez, a őrült strandjátékokhoz, a szádákhoz,
a éttermek, vendéglátóhelyekhez, ami kell a strandon, hogy ez olyan legyen, hogy mint az ember hajdúszoboszlón érez magát, igenis, hát ennyibe fog kerülni, de ez a keretösszeg, ebből lehet, hogy kevesebb lesz, ennyit ítélt meg az ügynökség számunkra. Meg fog épülni. A vírus veszélyes helyzetben is jól teljesítettek. A FUTA cég elnevezésű országos versenysorozaton az előzetes várakozásoknak megfelelően a nagyvállalati kategóriában komoly előnnyel a kiskunhalasi székhelyű Merkbau csapata nyert, abszolútban pedig a virtuális dobogó harmadik fokára állhattak fel, nem sokkal lemaradva a Bosch és a Mátrai erőmű fürge lábú munkatársai mögött. Idén a nagy versenyek elmaradtak, így a résztvevők egyénileg teljesítették a távokat, és telefon vagy az óra adatait kellett beküldeni a szervezőknek. A cégnél közel 40-re tehető azok száma, akik rendszeresen futnak, ám az igazán kemény mag úgy 25-30 főt jelent. Igazán érdekes párharcot láthattak a hétvégén a megyei U17-es futsal bajnokságban. A Sziládi RFC két benevezett csapata ugyanis egymás ellen játszott. A Sziládi zöldek és a Sziládi sárgák csatája igazi presztízsmérkőzést hozott. A műfüves pálya egyik térfelén a zöldmezes Sziládi 1, a másik oldalon a sárga dresszes Sziládi 2 készülődött a meccsre. A két csapat egyik közös pontja az edző személye volt. Hát ez egy történelmi pillanat a mai napon, én azt gondolom, egy hivatalos versenyszerű bajnokságban a Sziládi ellen fog játszani. Mit kell erről tudni? Milyen két csapatról van szó? Egész pontosan egyetlen csapatról van szó, ez az én nagypályás csapatom lett kettéosztva, hogy a bajnokság meg tudjon valósulni, és hát eljött az a része, amikor az egyik Sziládi csapat vendégségbe megy a másik Sziládi csapathoz, és lesz ez majd fordítva is. A zöldek szereztek vezetést, majd egalizáltak a sárgák, sőt előnyt is kovácsoltak. 1-2 után az egyes számú gárda percei következtek. Egyenlítettek, és 3-2-re már ők vezettek. Belerősített a kettes együttes, megszületett az egyenlítés, és a lendület újabb sárga gólt eredményezett. A negyedik után következett az ötödik gól, melyre csak egyel tudott felelni a zöld csapat. Sziládi RFC 1, Sziládi RFC 2, 4-5. Nem teljesítettünk úgy, ahogy szerettem volna, és nem csináltuk meg azokat a passzokat, amik nagyon kellettek, én is előnzőztem egy párat. Nem rúgtam be azt a zicsert, ami eldöntötte volna a mérkőzést. Sajnálatos módon kikaptunk, és kellett volna ez a 3 pont. Pedig az elején vezettetek? Hát vezettünk, 2-0-ra is mentünk, de jobban összpontosítottak, és így jobban jött ki, de megmondom őszintén, náluk tehetségesebb játékosok is vannak, de ez nem oszt nem szoroz semmi. Hát egy igazán jó mérkőzést játszottunk. Meglátszódik, hogy mind a két csapat, most egy csapat tud kettére bontva is egy igazán versenyképes meccset játszani. Hogyan sikerült nyerni, mert nagyon szoros mérkőzés? Hát igazából a másodpontban nagyon sok fiatal volt, meg egy játékosunk onnan is visszajött, és nem volt meg a koncentráció, és mi a végén jobban használtuk ki a helyzetünket, ugye. Nagyon fontos volt ez a 3 pont? Hát igen, ugye az ilyen lélektanulag is, meg csapatban is azért elég jót tesz így a verseny szerepnek, és nekünk is, hogy nyertünk, és hogy így tudtunk nyerni. Újabb országos méhész siker, Dabis Henrik a dékáni technikum pedagógusa 2009 óta méhészkedik, előtte 8 évig mint segítő tevékenykedett egy méhészetben. A volt biológia és földrajz tanára szerettette meg vele a méhészetet. Most a fiatal ember 3 rangos helyezést is elhozott az év kiváló magyar méze versenyről, melyre idén 269 nevezés érkezett be. A bíráló bizottság minden mézet minősített bronz, ezüst és arany minősítési kategóriákba sorolják a legjobbakat. Dabis Henrik repce méze bronz, az akác ezüst, a napraforgó pedig arany minősítést kapott. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Elfogták az utolsót is, lefülelte a rendőrség az embercsempészeket. Jótékony várisok, a kórházat és a mentőszolgálatot is meglepték mézes kalács házikókkal. Évtizedekre meghatározzák a jövőnket, logisztikai központ és a gyógyfürdő is zöld utat kapott. 15 milliós segítség, fejleszthetik a diétás konyhát a Kix Lomb utcai konyháján. Kedves nézőink, a folytatásban az időjárás előrejelzést, majd a napi mozaikot láthatják. Ez utóbbi műsorunkban a Hanuka történetéről mesél nekünk Ritter Nándorné, vallástanár.
Friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!